Drága tesók, olyan jól látni, hogy beszélgettek, hogy valaki várakozik, hogy mi lesz ma. Lehet, hogy elmarad az alkalom, majd... Nem? Ne. De nem marad el. Isten hozott titeket. Szóval... Egy bejelenteni valót hadd mondjak, és utána szeretném, hogyha együtt imádkoznánk. Kedden most kezdődik egy új alkalom, a Bolgár Liza szeretne egy ilyen beszélgetős házi csoport alkalmat tartani az ő otthonukban, a bolgár család otthonában, kedd délután. Hogyha valakit érdekel a részlete, akkor a Lizával beszélhet, de erről fogok küldeni egy e-mailt, és majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, és szeretnénk majd idővel rendszeressé tenni. A másik dolog, ami nagyon aktuális, ma van az önkormányzati választás napja. Tudjátok, politikamentesen vagyunk itt, ezt továbbra is fenntartom, viszont ez egy nagyon fontos esemény az országnak is, meg a városunknak az életében is, meg a közvetlen érint mindannyiunkat, a gyülekezetet is, meg a személyes életünket. Én szeretném, ha imádkoznánk. És ugye az ige azt mondja, hogy imádkozzatok a vezetőitekért, ezt most úgy tehetjük meg, hogy pontosan nem tudjuk, hogy ki lesz a vezető, de akármelyik lesz, azt tudjuk, hogy Isten adta azt a helyet, amit gyakorolhat, és szeretnénk, hogy Isten félelmében tegye ezt a vezetést. Szóval imádkozzunk értük, imádkozzunk a városunkért, meg eszembe jutott az a vers, amit Krisztus mondott Pálnak, hogy ne félj, mert még sok nép van ebben a városban számomra. Amikor Korintusban volt Pál, akkor elbátortalanodott, de mondta neki az Úr, hogy tarts ki, mert még sokakat akarok magamhoz vonni ezen a helyen. Én nem tudom, hogy ez számszerűleg Vácon mennyi, de tudom, hogy még Istennek van terve, hogy magához vonjon sokakat. Hiszen ha nem így lenne, már visszatért volna. Ha nem lenne még a kegyelem ideje, amit fenntart, akkor mi már a mennyben ülnénk. Szóval imádkozzunk ezért is, hogy az emberek szíve megnyíljon Isten igéje és az üzenete felé, az evangélium felé. Hogy Jézus munkáját láthassuk kibontakozni. Szóval nem én szeretnék imádkozni, hanem adok lehetőséget nektek. Hajtsunk fejet, imádkozzunk, és akkor egy számban nem is mondom, de röviden imádkozzunk a városunkért, és ezért a nagy eseményért, ami ma van. És majd én lezárom a végén. Bocs, hangosan. Tehát ha valaki imádkozik, akkor hangosan. Amen. Thank you.
Köszönjük, Uram, ezt a lehetőséget, hogy van szavazás ma, Uram, hogy egyáltalán olyan országban élhetünk, ahol figyelembe veszik a véleményünket. Uram, de hálásak vagyunk azért, hogy egy nagyobb országnak lettünk az állampolgárai. Amikor megtértünk, akkor Isten országának részesei lettünk. És köszönöm, hogy nálad nem szükséges választásokat tartani, nincs ok és értelme lecserélni téged, mert te örök király vagy, tökéletes és szerető és irgalmas. És köszönöm, hogy terved van itt a földi életre is, Uram, a mai napra is, és imádkozunk, hogy a te akaratod valósuljon meg. Imádkozom azért, hogy mi is olyan emberek legyünk, akik munkálkodunk a városunk jólétén. Mi is olyan emberek legyünk, akik imádkozunk a városunk békességéért. És Uram, szeretnénk imádkozni azért, hogy sok szív megnyílhasson feléd, Vácon, Vázdukán, Kosdon, és mindazokon a helyeken, ahol összegyűjtöttél minket. És imádkozom, hogy milyenek a munkának aktív részesei lehessünk, hogy hirdetjük az evangéliumot, Uram, és téged mutatunk be az embereknek, olyanoknak, akik még nem ismernek téged. Hálások vagyunk, hogy tart még a kegyelem. És Uram, ma is hozzád fordulhatnak emberek. Legyen ez egy olyan nap, Uram, amikor a te neved felemeltetik, Uram. Imádkozunk Vácnak a polgármesteréért, Uram, a korábbiért is, hogy áld meg őt, Uram, és hadd tudja a szívét felét fordítani, és imádkozunk a következőért is, nem tudjuk ki lesz, hogy Isten félelemben, Uram, tudja átvenni a hivatalát, és tudja úgy végezni a munkáját, Uram, ami neked kedves. És imádkozunk a mostani alkalmunkért is, hogy dicsőj meg közöttünk, és hadd szálljon fel a mi énekünk, a mi imádatunk hozzád, kellemes illatként. Jézus nevében. Amen. Kérlek, álljatok fel, és énekeljünk az Úrnak. A kegyelem a szívem örül, Jézus eljött hozzám, rajtam megkönnyörül. Kinyújtott a karját, felédem felemel, amíg élek, azt a percet nem feledem. Nyitva áll az ajtó, ma is bejöhetek, mondteremben várnak nekem ott a helyen. Ugrálok és
dicsőséges vagy, ó Istenünk. Harcokban nem nekünk kell győznünk. Kegyelmed elég, kegyelmed elég nekem. Kegyelmed elég, kegyelmed elég, kegyelmed elég nekem. Thank you.
biztonságom és menedékem, életem ereje. Hosanna, Hosanna,
hozsána fenn a mennyben. Hozsána fenn a mennyben. Hozsána fenn a mennyben. Magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Dolgává lett önmagát azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát. Sosem fogom megtudni, hív segítségű nevét, és megmenekül. Hív segítségű nevét, megmenekül.
hív segítségül nevét, s megmenekül. Eljöttem, hogy áldjam, csodálja, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogad te szívem imádatát. Eljöttem, hogy áldjam, csodálja, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogad te szívem imádatát. Atyám, hát adom neked azért, hogy téged dicsőíthettünk, és köszönöm, hogy jó a jelenlétedbe lenni, és köszönöm, hogy van még lehetőségünk arra, hogy eléd jöjjünk, leboruljunk. Köszönöm, hogy van még kegyelem, és hirdettetik a te neved minden embernek. És te csodálatos, hatalmas Isten vagy, aki uralkodsz, és ezt erősítsd meg a mi szíveinkbe is, hogy mindig ez legyen bennünk, hogy te ott vagy minden helyzetben, és minden felett. Kérlek, hogy csak te légy velünk, és te töltsd be minket naponként a te jelenléteddel, a te szent lelked. Amen. Lapozzatok kérlek a Lukács evangéliumának a 22. fejezetéhez. Olyan jó volt énekelni Istennek. Tudom, hálás lett a szívem ének közben. Milyen nagy dolog, hogy Isten elküldte az ő fiát. Eljött a mennyből, áthidalt ezt az óriási szakadékot, hogy ne vesszünk el. Hogy most összegyűlhessünk, legyen értelme összegyűlni. És tudom, hogy ő szólni akar hozzám. Remélem, hogy ilyen várakozással vagy itt, hogy hallani szeretnénk Isten hangját. Legyen bennünk egy olyan várakozás is, hogy amit hallunk, azt meg is cselekedjük. És tudom, hogy ő hűséges, és szólni fog hozzánk. Urunk, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy szeretsz minket, és ez tényleg nem férhet kétség. Uram, imádkozom, hogy hadd ismerjünk meg jobban. Imádkozom, hogyha valaki nem ismer téged, hadd hallja ma azt a bemutatkozást, hogy odalépsz hozzá és megszólítod. Imádkozunk, hogy mind növekedhessünk, mint a te gyermekeid lélekben, és megértsük a te utaidat, a te szándékaidat, de imádkozom, hogy meg is tudjunk pihenni most. Hogy az a rohanó élet, ami sokszor jellemez minket most, ne erről szóljon, hanem egy megpihenésről, egy megnyugvásról, egy feltöltődésről, egy kikapcsolásról, és egy iránybeállításról. Kérlek, ezeket mind tedd meg az életünkben most, Jézus nevében. Amen. Szóval itt a Lukács 22-ben az utolsó vacsorának az időjében vagyunk, ahol Jézus együtt tölti az utolsó óráit a kereszt előtt a tanítványaival. Olvasunk arról múlt alkalommal, hogy volt egy áruló a csapatban, Júdás. És Jézus ezt mondta a 21. versben, 22-21, hogy íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Erre gondolom mindenki lekapta a kezét az asztalról, és az volt a következő, hogy kérdezgették, hogy ja, Jézus, csak nem én vagyok az. Senki nem gondolta egyből Júdásról, ugye, hogy hát persze tudtuk mindig is, ő kilogott a sorból. És nézzétek meg, mi történik mindezek után. A 24. vers, innen folytatjuk.
Ezután versengés is támad közöttük arról, hogy ki a nagyobb közöttük. Ez egy kicsit fura. Olyan, mintha egy idő telne el a két történet között, pedig nem telik el idő a két történet között. Tehát az előbb arról beszélgetnek, hogy valaki elárulja Jézust, meg vannak ijedve, hogy csak nem én, egy ilyen istenfélő felkiáltás van bennük, hogy jaj, csak remélem nem én, és a következő pillanatban arról beszélgetnek, vagy illetve visszatkoznak, hogy melyikük a nagyobb. Hát elég gyorsan tudnak váltani, nem? Hangulatot, lelki állapotot. Én azt gondolom, hogy nagyon hasonlítanak ránk, olyanok, mint mi. Ők átcsapnak 5 másodperc alatt az aggódásból a vitatkozásba. Az istenfélelemből a testiességbe, és annyira képe ennek, vagy képez arról, hogy mi milyenek vagyunk. Olyan, mint egy tükröt állítanának elénk. Mert vannak pillanatok, amikor én nagyon magaslatokat megélünk, és tényleg lélekben mondunk, cselekszünk valamit, és a következő pillanatban pedig hát valami nagyon testből, nagyon emberi módon. Szóval mind el szoktunk bukni a próbákban, ahogy ők is elbuktak, de valamit tanulunk is majd ebből a történetből, arról, hogy Isten hogyan tartja ezeket a tanítványokat, és hogyan tart minket az ő szeretetében és a kegyelmében, akkor is, amikor elbukunk. Szóval lehet, hogy te is úgy ülsz itt, nem tudom, hogy mi a te lelki állapotod most, hogy jól elszúrtam, hogy én olyan béna vagyok, és ez nekem nem megy. Hát akkor lehet, hogy ma tudsz rokon szenvezni egy-két személlyel, akiről ma olvasunk. Néha mi is úgy éljük meg a lelki életünket, mint egy ilyen hullámvasút, hogy felle. Én nagyon hálás vagyok Jézusért, hogy mindeközben ő egy jó pásztor az életünkben. Tehát, hogy nem a bárányoknak az intelligencia hányadosan múlik, hogy hogyan tudnak járni Istennel, hanem van egy jó pásztorunk, aki akkor is jó pásztor, hogyha csámborgó bárány vagyok, meg akkor is, amikor követő bárány vagyok. Akkor is velem van, és akkor is törődik velem, amikor nem a lelki magaslataimat élem, meg amikor a legjobban vagyok. Én nagyon örülök, hogy ilyen pásztorom lehet, mint Jézus Krisztus. Ő csak annyit kér, hogy kövessem őt. Erre számít, ez az én oldalam, az ő dolga minden más. Szóval, ezt olvassuk. Erre így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy az, aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Milyen érdekes, hogy pont ez a rész jön most, amikor választásokat élünk, vezetőket választunk. És Jézus azt mondja, hogy a világnak is van egy mintája arra, hogy hogyan vezet az ember, hogy hogyan emelkedjen magasra, de van egy mintája az Isten országának, és ez a kettő ellentétes. Mert aki szeretne vezető lenni, az legyen egy szolga. Aki szeretne előrébb jutni, az tegye le az életét, és szolgáljon. És milyen csodálatos, gondoljátok el, hogy Jézus nem csak egy tanítást mondott el erről, hanem azt mondta, hogy nézzétek meg, hogy én hogy csinálom. Hogy én azért jöttem, hogy szolgáljak közöttetek. És mindeközben gondoljátok el, hogy az zajlott a tanítványok szívében, hogy azon vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Hogy azon, hogy hogyan nyomják le egymást. Ezek voltak az apostolok. Én amikor elmentem Rómába, jártam egy San Andrea nevű templomban. Ez volt az a templom, ahol a pápák szolgáltak, mielőtt megépült volna a Szent Péter Bazilika. Hatalmas templom. És minden apostolnak van egy szobra. Hát a szobor kb. Akkora, nem is tudom, olyan 4 méteres szobrok lehetnek. Szóval maga a templom is lenyűgöző, de ott vannak ezek a óriási szobrok ezekről az apostolokról, és mindegyik olyan hatalmas és erős a szobor, ahogy beábrázolja őket. Hát a valóság inkább valahogy ez lehet, ezek voltak az apostolok, és gondoljátok, hogy Jézus meg fogja a fejét, hogy őket küldted, őket választam, hát ők az apostolok. Nincs esetleg egy B-terv? Nincsenek B-postolok valahol? Ezekkel kell dolgoznom? És igen, ezek voltak azok az emberek, akiket végül Jézus betöltött a lelkével, akiket átformált, és akiket arra használt, hogy az evangéliumot elvigyék a világ minden részére. A Biblia annyira őszinte, hogy beszámol ezekről a nagyon ciki helyzetekről is. Tudjátok, hogy miért fontos látni ilyen történeteket? Mert nagyon sokszor mi is egy illúzióban élünk magunkkal kapcsolatban. Valami sokkal többet gondolunk magunkból, mint amik vagyunk. Én nem akarok senkit zavarba hozni, inkább a magam nevében mondom ezt. Szóval így
olyan bátorító és reménykeltő, hogy egy ilyen apostolokat is Isten tudott használni, hogy ilyen emberekhez Isten hűséges volt. Máskor is vitatkoztak már erről, hogy melyikük a nagyobb, és Jézus megkérdezte tőlük, hogy miről beszélgettek? Aha, semmiről, semmiről. Pedig éppen a miniszteri helyeket osztották ki, ugye, hogy amikor Jézus király lesz, akkor kinek jutnak majd a fontos helyek? Még az egyikük oda is küldte az anyukáját, emlékeztek az Zebedeus fiai, hogy hát intézd már el, anya, hogy én legyek a pénzügyminiszter, szóval jobbról én meg balról szeretnék ülni. Anya, intézd el. Szóval ilyenek voltak a gondolkodásukban. De a nagyság Isten országában az nem így működik. Itt így szól Jézus a 25. versben, hogy a királyok uralkodnak népeiken, és hatalmuk alá hajtják azokat, akik őket jótevőiknek hivatják, ti azonban ne így cselekedjetek. 28. verstől olvasom tovább. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Szóval Jézus mond egy proféciát is mellé, hogy ezekből a fickókból végül tényleg vezetők lesznek. Isten országában majd az atya mellett trónokon fognak ülni. Bámulatos. Szóval ezekből az emberekből mit tudott kihozni Isten? Mit tudott kihozni Isten munkája? Szeretném a következő történetet részletesebben megnézni, ami Pétert mutatja be nekünk egy elég sajátos oldalról, itt a 31. versben. És szeretném, hogyha megértenénk valami nagyon fontosat, ami szerintem küzdelem számunkra. És ez a hűségnek a titka. Péter története ez. Ebből a történetből látni fogjuk, hogy milyen kevéssé ismerjük önmagunkat sokszor. 31. verstől olvasom a 38-ig, eddig fogjuk ma venni. Hadd olvassam egybe, kérlek fel. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ezért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok melled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Azután ezt kérdezte tőlük. Amikor elküldtelek titeket ercény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Semmiben. Válaszolták. Majd ezt mondta nekik. Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyáját is, és akinek van kardja, adja fel felső ruháját és vegyen. Adja el felső ruháját és vegyen. Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van írva. És a bűnösök közé sorolják. Mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik. Erre így szóltak, Uram, íme van itt két kard. Ő pedig azt felelte, elég. Szóval ebből a történetből nagyon átjön az, hogy Péter mennyire nem ismerte önmagát. Hogy mennyivel többet várt magától, mint ahol éppen tartott. És szerintem ez sokunkra igaz, rám mindenképpen. Történt már veled úgy, hogy tettél valamit, és utólag azon gondolkodtál, hogy hát hogy tehettem ilyet? Így csalódtam magam, hogy hát nem igaz, hogy itt tartok. Valahogy Péter is ezen a szinten tartott, amikor fogadkozott, hogy én már pedig soha, én már pedig mindig, és ilyen szavakban ő egy ilyen nagy vitéz volt. De érdekes, ugye nem sokkal később, amikor a kísértésbe kerül, amikor megkérdezik, hogy te ismered Jézus, hát te is a tanítványa vagy, akkor az egész megfordul és letagadja. Háromszor. Hihetetlen, nem? Hát hogy tehetett ilyet? Hát csak igazolódott az, hogy sokkal gyengébb volt ő, mint ahogy hitte, hogy amit magáról gondolt. Hány vőlegény áll az oltár előtt és mondja, hogy én mindig szeretni foglak, én mindig hűséges leszek. Én kitartok melletted jóban, rosszban is. És a szavak szintjén ez úgy elhangzik, és tök jó, meg nagyon helyes, csak utána nagyon kevés történik meg a kivitelezésből. Vagy hányszor történik meg az, amikor egy konferencián valaki lelki magaslatokat él, és azt mondja, hogy mától, Uram, én minden percemet neked élem, a szívem a tiéd, és ki tudunk tartani sokszor ezek mellett, az állításaink mellett? Hát nem. Egyébként nem akarok veszekedni Péterrel, mert tudom, hogy őszintén gondolja. És tudom, hogy ő az, a szívéből mondja azt, hogy Uram, én ki akarok tartani melletted, én ki fogok tartani melletted. Tehát nem arról van szó, hogy Péter ilyen hamiskás, és, hanem csak nem ismeri magát. Nagy a szavaiban, és sajnos ezek a kijelentései csak szavak maradnak.
amikor Jézus mellett áll, akkor nagyon erős kijelentéseket tesz, de amikor később megváltoznak a körülmények, és ott van a főpap udvarán, és egy szolgáló lány szembesíti azzal, hogy hé, te, a galileai kiejtésed elárult téged, te is tanítvány vagy. Nem. És átkozódva letagadja, hogy ismerte valaha is Jézust. De ne ítéljük el Péter túl gyorsan. Mert melyikünkkel nem történt már így? Szerintem a mi hitünk is állhatna erősebb lábakon. Azt mondja a Biblia mindannyiunknak, hogy vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék. Könnyű nagy szavakat mondani, de egész más dolog megtartani a hűséget Isten iránt. Akár egészen kicsiny dolgokban. Hűségesek tudunk lenni abban, hogy minden nap odaforduljunk Istenhez, igében, imában. Hát ebben sem tudunk sokszor hűségesek lenni, mert valami közben jön, valahogy elpasszoljuk, valahogy más dolgokat csinálunk. Hűek vagyunk az Úrhoz. Szóval itt van Péternek az ingadozó természete, amire nem nagyon tud építeni. Itt van a mi bűnös természetünk, amire nem nagyon tudunk építeni, de van még egy faktor ebben a sztoriban. Mert azt mondja Isten fia Simonnak, hogy Simon, Simon, íme kikért a sátán titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Szóval nem elég, hogy Péter, aki hűséges akar lenni, egy ilyen ingadozó természete van, de még van egy másik erő is, ami munkál az ellen, hogy ő meg tudja tartani, amit mondott. Itt Jézus felfed egy olyan világot, ami nem biztos, hogy Péter látott. Péter, a sátán kikért téged, hogy megrostáljon. Előtte olvassuk, hogy azon vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Péter fogadkozott, hogy már pedig én kitartok. Jézus pedig betekintést enged neki egy olyan valóságba, amiről lehet, hogy nem is sejtette, hogy létezik. Hogy a démonikus világ küzd azért, hogy téged elbuktasson, Péter. Van egy olyan hatás ezen a világon, ami tudatosan azon munkálkodik, hogy mi ne tudjunk hűségesen járni Istennel. Van egy olyan hatás ezen a földön, aki szándékosan azért dolgozik, hogy ne Istennel járjunk. És az ördög nagy öröme és diadala az, hogyha elbukunk. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Egyébként ez a dolog úgy alakult, hogy amikor a sátán kikérte őket, hogy megrostálja, egy nagy próbába kerültek, és az összes tanítvány lelépett akkor, amikor Jézus a kereszten volt. Emlékeztek, amikor jöttek Jézusért, elfogták, és akkor nem csak Péter szaladt el, hanem az összes. Aztán, amikor Jézus föltámadt, úgy kellett őket összeszedni. Jézus ezen nincs kiakadva. Jézus tudta a proféciát, hogy amikor megverik a pásztort, akkor elszéled a nyáj. Jézus ezt tudta. Péter az, aki ezt nem sejtette. A sátán kikért téged, Péter. Engedélyt kért. Ismeritek Jób történetét? Emlékeztek, az első fejezet Jób könyvében arról szól, hogy a mennyben Isten és a sátán beszélget. És Isten büszkélkedik Jobbal, hogy nézd meg az én szolgámat, hogy milyen jól csinálja. És akkor ez indukálja az egészet. Ugye, hogy a sátán mondja, hogy na persze, csak azért hűségesen megáldod. Vedd le róla a kezed, na majd meglátjuk, hogy akkor mit tesz. Ugye itt nem olvassuk ezt az előtörténetet, de valahogy itt is ez lehetett, hogy nézd meg az én szolgámat, Pétert, milyen nagyszerű fickó. Na csak add a kezembe, majd meglátjuk. Hogy szerzek én egy kakast, és akkor meglátjuk, mi történik. Néha inkább azt kívánok, hogy uram, velem soha ne büszkélkedj, kérlek, jó? Ezt így... Nem tudjuk, hogy zajlott egy ilyen beszélgetés, de azt olvassuk, hogy a sátán kikért téged, Péter, hogy megrostáljon. Észreveszed azt, hogy az ördögnek csak annyi engedélye van az életünkben lépni és munkálkodni, amit Isten megenged neki. Ez egy nagyon fontos információ, mert valahogy néha az a képzet alakul ki az emberben, hogy a kereszténység arról szól, hogy a jó oldalon állunk, és van egy rossz oldal, és ezek harcolnak, és kíváncsiak, hogy melyik nyer a végén. Hát nem ez a jó kép, mert nem egy liga a kettő, hanem a rossz oldal is csak annyit tehet, amennyit Isten engedélye számára. Nem kérdés, hogy a jó vagy a rossz fog győzni, a jó fog győzni. Istené minden hatalom menjen és földön. De viszont megtörténhet az, hogy a mi életünkben Isten engedélyt ad a rostálónak, a sátánnak, hogy bizonyos dolgokban megpróbáljon. Azért ez egy nem annyira örömteli dolog, de hogy mégis értenünk kell ennek a folyamatát. Engedélyt kért a rostáláshoz.
És Isten azt mondta, hogy rendben, ezt megteheted Péterrel. De más járt az ördög fejében, és más volt az ő szándéka, mint az Istennek, aki megengedte, hogy ez megtörténjen. Amikor rostálnak, ugye ez akkor történik, amikor a búzát learatják. A rostálás arról szól, hogy a magról leválasztják a polyvát. Az értéktelen dolgot kiveszik az értékesből, hogy megmaradjon az értékes. A rostálás arról szól, hogy az értéktelen, mulandó, haszontalan dolgok kikerülnek a magról. Sokszor ezt úgy csinálták, hogy kiterítették a búzát egy lapos helyre, fogtak ökröket, mögéjük fogtak egy nagyobb gerendát, fagerendát, amit úgy hívtak, hogy tribulum, és az ökrök húzogatták ezt a nehéz fadarabot a mag fölött, hogy így lemorzsolják a mag széléről a polyvát. Ezt a nehéz gerendát úgy hívták, hogy tribulum. Egyébként innen származik a megpróbáltatás szó az igében, a görög szó is. És valami ilyesmit, lelki módon ilyesmit engedélyezett Isten a sátánnak, hogy egy erős súly, erős próba alá kerüljön Péter, ami majd az ő szándékával ki fogja venni az ő életéből az értéktelen és haszontalan dolgokat. Mindannyian kerülünk próbába. Lehet, hogy ti is próbában vagytok most. De nagyon fontos látni az, hogy ezért a tribulumért Jézus Krisztus a felelős. Nem az ördög játszik velünk, nem a világ sodor, hanem Isten megenged próbákat az életünkben. De azért enged meg, hogy belőlünk kihozza az értékeset, és leválassza rólunk az értéktelent. A sátánnak nincs hatalma felettünk. Azt mondja a Biblia is, hogy tudjuk, aki Istentől született, az ördög meg se érintheti. Itt Istennek van hatalma felettünk. Ő munkálkodik, ő engedélyez. Ő a vérével váltott meg minket, megmosott minket, megtisztított, a Szent Lelkével elpecsételt minket. Mi Isten gyermekei vagyunk. Hozzátartozunk. Minden rostálás, ami az életünkbe történik, az ilyen engedélyezett rostálás. Már le van pecsételve Isten íróasztalán, hogy ezt megengedem. És csak annyit tehet az ellenség, amennyire engedélyt kapott. Egy centiméterrel se többet. Az ördög szándékait ismerjük. Ő azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Viszont Isten szándéka az a rostáláskor, hogy minket megtisztítson. Hogy felemeljen. Hogy megtanítson nekünk önmagából valamit. Erről szól itt Péter története is. De hála Istennek, hogy nem itt ér véget ez a mondat. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. És folytatódik. De én könyörögtem érted. De én imádkoztam érted, Péter, hogy el ne fogyatkozzék a hited. A sátán birtokolni akar. Na, szia. Gondoljátok el, ha eddig tartott volna a mondat. De én, mondja Jézus, én imádkoztam érted. Péter még a próba előtt van, még a tribulum nem ment végig rajta, de Jézus azt mondja, hogy én már imádkoztam érted. Az élete legsűrűbb, legintenzívebb pillanataiban, amikor Jézus a kereszt felé megy, azt mondja Péternek, hogy én imádkozom érted, Péter. Ezen a földön él körülbelül 7,3 milliárd ember. Ki tudja, ez gyorsan változó szám. De képzeld el, hogy az ige elmondja nekünk, hogy Jézus Krisztus ott az Atya jobbján mindannyiunkért személyesen közben jár. Nem elvész a mi nevünk, életünk a sokaságban, hanem Jézus tudja, hogy kik vagyunk, tudja, hogy milyen próbákon megyünk át, és imádkozik értünk, hogy ne fogyatkozzék el a mi hitünk. A nevünk az ajkán van, és imádkozik érted. Mert olyan rostálások mennek át az életünkben, amire szükségünk van. Próbákat élünk meg. Azért, mert máshogy nem tud előállni az az életünkből, amit Isten szeretne megtanítani. Hogy külön válassza az értékeset az értéktelentől. A mi életünkben is van polyva, mint Péterében is. Ilyen nagy szavak, ilyen önbizalom, ilyen elképzelések, amik nem Istentől vannak, és ezeket Isten ki akarja venni. Tudjátok, hogy miért fontos ez? Mert a világnak nem ilyen nagyfejű keresztények kellenek. Nem az, akik jó nagyokat tudnak mondani. Meg jól meg tudják mondani a másiknak, hogy mi a frankó. Hanem olyanokat akar Isten használni, akiken
akik megéltek próbákat, megtapasztalták Isten hűségét, és erről akarnak majd másoknak beszélni. Nem az én kezdetű mondatok, hogy na majd én, hadd mondjam meg én, hanem hogy hát Isten egészen csodálatos dolgokat tett az életemben, hadd mondjam el neked. Mennyire szükségünk van erre a tisztításra? Ha nem mondta volna Péternek ez utóbbit, hogy én imádkozom érted, elég rosszul állna a szénája, ahogy a miénk is. Péter, én imádkozom érted. Szóval van egy bukott természetünk, amire nem nagyon lehet építeni. Van egy ellenségünk, aki teljes elánnal azért küzd, hogy minket elbuktasson, de van egy harmadik szál is a történetben. Egy másik hatalom, ami azért munkál, hogy minket megtartson. A legfőbb hatalom ezen a földön. Jézus azt mondja, hogy én imádkozom érted. Hogy ne fogyatkozik el a te hited. Ha ismered a történetet, könnyen mondhatod, hogy hát nem működött jól Jézus imája, mert Péter elbukott. Péter elbukott, de a hite nem bukott el. A hite megmaradt. Lehet, hogy pár órával később Péter letagadta, hogy ismeri Jézust. Amikor megkérdezték, hogy várjál, hát te is a tanítványa vagy. Nem. Hát dehogy nem, hát hallom a kiejtéseden, te is galileai vagy. Sose láttam. De tudom, ismerlek téged. És Péter átkozódva, szitkozódva mondta, hogy legyek átkozott, ez a szó szerinti fordítása, legyek átkozott, ha valaha is ismertem ezt az embert. Míg Jézus rá is néz abban a pillanatban, szerintem az irgalom szemével, de a hite nem fogyott el. Nem ment el és lett buddhista. Nem az, hogy elment és soha többet nem nézett Istenre. Nagyon elbukott, nagyon csúnyán, de a hite nem fogyott el. Ez volt az a rostálás, ami eljutatta őt a kegyelemig. Ez volt az a rostálás, ami kivett olyan dolgokat, amik ilyen hamis képzetek voltak, hogy ő bízhat magában, ő építhet magára. Én igen, én soha, én mindig, és ezek ekkor rostálódtak ki az életéből. Ezek a súlytalan dolgok, ezek az értelmetlen dolgok. De a hite megmaradt. A szájával azt mondta, hogy én nem ismerem őt, de a szíve ott maradt Istennél. Amikor egy Péter elbukik, egy ilyen Péter ember elbukik, de megmarad a hite, akkor mindig nyitva marad az ajtó arra, hogy egy ilyen ember visszamenjen Istenhez, megvallja a bűnét és helyreálljon. Amikor Isten gyermeke elbukik, és mind elbukunk, akkor mindig nyitva áll az ajtó, hogy azt mondjuk, hogy Uram, elrontottam. Bocsáss meg nekem, tisztíts meg engem. Amíg tud fájni a bűnbeesés, amíg tudunk sírni a saját kudarcaink miatt Isten előtt, akkor még bukott állapotban is Isten gyermekei vagyunk. Még akkor is, amikor rengeteg kegyelemre szorulunk, még akkor is Isten gyermekei vagyunk. És ez mindig így lesz. Mindig rengeteg kegyelemre szorulunk. El fogunk bukni. Ez nem kérdés. De halljad, amit mond itt az ige nekünk. Én már imádkoztam érted, hogy a hited ne fogyatkozzon el. És azt mondja neki itt az ige, hogy ha majd megtérsz, hogy erősítsd az atyád fiait. Péter válaszol egy kicsit megdöbbentő erre, látszik, hogy se kép, se hang. Azt mondja a 33. vers, erről így válaszolt, Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus, nem emlékszel? Hát te adtad nekem azt a nevet, hogy kőszikla. Hát én kitartok, hát én erős vagyok. Itt mindenki más elbukik, de én nem. Na ez az a hozzáállás, aminek mennie kell. Ez az, aminek ki kell rostálódnia. El tudjátok képzelni, hogy milyen szörnyű lenne Péter első és második levele, ha ez a Péter írta volna meg? Amikor üldöznek titeket. Ugye egy olyan gyülekezetnek írt levelet, akik üldözés alatt voltak. Amikor üldöznek titeket, csak ráncsatok kardot. Amikor szorongatnak titeket, csak vágjátok le a füleket. Akkor lett volna ez a Péter. De ez a megrostálódott Péter nem ezt írta. Hanem azt írta, hogy amikor szükségben van az ember, akkor a kegyelemben erősödjön meg a szív.
Péter, én meg fogom engedni az életedben a rostálást, hogy megszabadítsalak téged az önbizalmattól, az elvakultságottól, attól, hogy azt gondolt, hogy te elég vagy. Egy olyan embert akarok faragni belőled, aki tőlem függ, aki bennem bízik, aki rólam beszél. Tudjátok, mind rájövünk egy idő után arra, hogy mennyire Isten kegyelmére szorulunk. Hogy rászorulunk Jézusnak a megtartó erejére. Szeretném, hogyha rájönnénk, hogy a saját erőnk, a saját hűségünk az sose lesz elég. A keresztény élet titka nem az, hogy én hű vagyok Istenhez, hogy az én erőm elég. A keresztény élet titka az, hogy az ő hűsége elég nekem. Hogy ő mindig hűséges hozzám. Még akkor is, ha elbukom. Isten hozzánk való viszonyát, az üdvösségünket nem az határozza meg, hogy mi hülyek vagyunk-e, hanem az, hogy ő hű hozzánk. Ez a Péter, amikor helyreállt, amikor betöltötte őt Isten lelke. Az Apcsel 2-ben olvassuk, prédikált a sokaságnak, és 3000 ember megtért. Ez a Péter, amikor Jézusról beszélt, nem magáról, akkor egy fejezettel később 5000 ember tér meg az ő szavára. Ez volt az a Péter, akit később be tudott küldeni Isten Cornelius házába, és csak hirdette a feltámadást, és megtértek a pogányok, és eljött az evangélium a pogányok számára is. Milyen csodálatosan tudott munkálkodni egy ilyen Péter emberben Jézus. Péter olyan, mint mi. Mi olyanok vagyunk, mint ő. És ő írja azt, hogy amikor megtapasztaljuk Isten vigasztalását, a 2. Korintusi levélben olvassuk, amit az ő története is lehetne, amikor megtapasztaljuk az Isten vigasztalását, mert Isten minden vigasztalás Istene, majd ugyanezzel a vigasztalással tudunk másokat vigasztalni. Péter, ha elbuksz és megtérsz, majd erősítsd a te testvéreidet. Mert Péter végre megérti a kegyelmet, és el tudja mondani a testvéreinek, tudja erősíteni őket. Amikor Isten megrostál, amikor Isten próba alá helyez, tudjátok, hogy mit csinál? Alkalmassá tesz minket arra, hogy mást felé szolgáljunk. Eljuttat minket a kegyelemig, és alkalmassá tesz minket arra, hogy mások felé tudjunk fordulni. Hogy megértőek legyünk, hogy vigasztalók lehessünk. Végre nem egy ilyen nagyfejű Péter lesz, hanem egy alázatos Péter. Szóval lehet, hogy most te is próbában vagy, próbán mész keresztül. Értsed ennek a folyamatát. A tanítványok, miközben ez zajlott, azon vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Vitatkoztak a nagyságukra. Annyira ködbe vannak, nem? És közben a tribulum, ez a próba munkálkodik az életükben. Pálnak a története, amikor megtért, a következőképpen zajlott. Emlékeztek, Damaszkusz felé ment, találkozott Jézussal, megtért, elment Damaszkuszba, és elkezdte hirdetni az evangéliumot. De mi az, amit elért ezzel? Emlékeztek? Hát, hogy meg akarták ölni. Féltek tőle a testvérei, a ottani zsidók ellenálltak, és csak zűr lett ebből. Miért? Azért, mert lehet, hogy Péter már Isten gyermeke volt, de még nem élte meg a próbákat, még nem tapasztalta meg Isten erejét a saját életében. 12 évnek kellett eltelnie ahhoz, és nagyon sok próbának, hogy utána Isten visszaküldhesse őt az evangéliummal. Amikor már a szíve Istené volt, amikor már nem a fejéből élt, hanem a szívéből élt. Sőt, azt mondja az ige, hogy adott neki Isten egy tövist a testébe, és Pál imádkozott, hogy Uram, vesd el ezt a próbát, annyira fáj nekem, annyira nehéz nekem, és Isten válasza az volt, hogy nem veszem el, Péter, mert ezen keresztül én alázatban tartalak téged. Mert így tudlak használni. Az én kegyelmem elég neked. Lehet, hogy te is valami nagy próbát élsz meg. És kérdezed, hogy hát Isten, miért nem veszed ezt el? Ha Isten szeret, akkor miért van ez a fizikai fájdalom? Miért van ez a megpróbáltatás?
Miért kerülök egyik próbából a másikba? Hát lehet, hogy pont ezért, mint Péternél, Pálnál, hogy megtanulta is velem együtt, hogy Istennek a kegyelme elég. A sátán munkálkodik a te életedben is, és az én életemben is. Úgy jár szerte, mint egy oroszlán, aki azt lesi, hogy kit nyeljen el. De Isten szándéka a próbával pontosan az, hogy felemeljen, hogy megtisztítsa. Lehet, hogy úgy érzed, hogy a sátán küzd ellened, de lásd, hogy valaki más is küzd érted. Jézus Krisztus. Imádkozik érted, hogy a hited ne fogjon el. Ő kiáll melletted. Ő ismer téged. Ő gondol rád. Én úgy érzem, hogy az évek alatt annyi mindent ki tudott rostálni belőlem az Úr próbákon keresztül. És még lesz dolga bőven. Kirostál belőlünk dolgokat. Próbákban. Anyagiasságot. Testiességet. Szexuális bűnöket. Függőségeket. Csúnya beszédet. Hamis önképzeteket. De azért teszi, hogy felemelhessen és használhasson. Péter azt mondja magáról, hogy Uram, én kész vagyok. Így olvasuk a 33. versen. Hát még nem. Még nem vagy kész, Péter. János evangéliuma elmondja a következőt, hogy amikor Péter ezeket a szavakat elmondta, akkor egyből utána Jézus ezeket a szavakat mondta. Hadd olvassam föl nektek, a János 14-ben van. Amikor Péter ilyen fogadkozást tett, hogy, és Jézus elmondta, hogy Péter, nagyon csúnya lesz a bukásod. Nézzétek meg, mit mond utána Jézus. János 14:1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Péter, meg fogsz tagadni, de ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Lehet, hogy igaz rád is, hogy elfordultál Istentől már egy ideje. Lehet, hogy igaz rád is, hogy egy erős rostáláson megy át az életed. Amire Isten felhívja a figyelmet, hogy ő nem változik. Ő örökké ugyanaz. Ő nem változott meg feléd. Azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a te szíved. Higgyél Istenben, higgyél én bennem. Még egy áruló is, Péter, aki átmegy a rostáláson, utána Jézus utána megy és magához vonja. Amikor Jézus föltámadt, asszonyok érkeztek a sírhoz, és látták, hogy üres a sír. Angyalokkal találkoztak, és az angyalok hirdették nekik az örömhírt, hogy hát miért keresitek a holtat az élők között? Hát Jézus föltámadt. Amikor Jézus találkozott ezekkel az asszonyokkal, visszaküldte őket a tanítványokhoz, és mondta, hogy mondjátok el nekik, hogy mit hallottatok, hogy feltámadtam, és külön Péternek, neki is mondjátok meg. Szerintem Péter, amikor megtagadta Jézust, akkor úgy érezte, hogy itt mindennek vége. Hogy tehettem ezt? Hogy én le vagyok írva, és amikor hallott, hogy Jézus föltámadt, na gondoljátok el, hogy mit gondolt, hogy fogok Jézus szem elé kerülni. És mindeközben a menny figyelme azon volt, hogy ezt az áruló embert, ezt az elbukott embert újra visszavonja magához. Mindenesen, mindenével azon munkált az élő Isten, hogy Péter helyreállhasson. Bámulatos, hogy a mennynek mennyi gondja van a bukott hívőkre. Ránk. Valakinek szüksége van ma arra, hogy visszaforduljon Istenhez? Valakinek szüksége van esetleg arra, hogy helyreálljon az élete Isten előtt? Amikor Jézus találkozott Péterrel, mi volt az első szava hozzá?
Shalom. Békesség. Ez volt az első szó, amivel köszöntötte Pétert és a többieket. Ezeket az elfutó, áruló, bukott tanítványokat. Békesség nektek. És megmutatta a sebeit. Gyertek, nézzétek meg, higgyetek. Az ár ki lett fizetve. A kapu nyitva áll Isten tróntelmébe. Ezért írta Péter az ő levelében később, hogy áldott legyen Jézus Krisztus Istene és Atya, a mi élő reménységünk. Lehet, hogy itt vagy most, de úgy érzed, hogy elbuktál. Lehet, hogy itt vagy most, de úgy érzed, hogy távol vagy Istentől. Én szeretném, ha megfordulnál. Ez jelenti a megtérés, a bűnvallás, hogy megfordulsz. Odafordulsz Istenhez. És ő nem csalódott. Ő nem csalódik bennünk, mert ő tudja, hogy kik vagyunk. Mi csalódunk magunkban, hogy én többet vártam magamtól. Ő nem csalódik bennünk. Péterbe se csalódott. Ő tudja, hogy miből vagyunk, hogy porból vagyunk, és az életünk ide tapad. Ezzel együtt megmentett minket. Ezzel együtt szeret minket. És ezért enged rostálást, hogy eljutasson minket ehhez a kegyelemig. Hogyha távol vagy ma, akkor kiálts Istenhez. Hadd mondjam azt, hogy lehetsz ennél több most a testvéreid számára. Lehetsz olyan ember, akit Isten bátran tud küldeni a testvéreihez. Amikor majd megtérsz, akkor erősítsd a testvéreidet, ezt mondta Péternek. Sőt, az az ember, akinek sok bocsájtatik meg, az jobban szeret. Én arra szeretnék kérni, hogy ne magadtól várj nagy dolgokat, hanem, hogy Jézus mondta, ne nyugtalankodjék a szíved, higgy Istenben, és higgy én bennem. Ne magadtól várj nagy dolgokat, hanem Istenre néz. Soha ne abba bízunk, hogy lesz erőnk, elég erőnk megtartani a hitet. Ez a történet pont arra tanít, hogy Jézusnak lesz elég ereje arra, hogy megtartson minket. Ebben bízhatunk. Később Péter, amikor olvasunk róla, kész volt börtönbe menni Jézusért. Kész volt meghalni Jézusért. Később. Valaki egyszer mondta, hogy előbb Jézusnak kellett meghalni a Péterért, hogy utána Péter kész legyen meghalni Jézusért. Előbb mindig Isten kegyelmének kell növekedni az életünkben, hogy utána az kimunkáljon bennünk dolgokat. A keresztény élet kulcsa nem az én hűségem Isten iránt, hanem az ő hűsége irántam. Szóval hála Istennek, akinek van ereje minket megtartani. Én szeretnék imádkozni, mert a mi jellemünk az ingadozó, van egy lelki ellenségünk, aki támad, de van egy mennyei atyánk, akinek van hatalma arra, hogy megtartson. Van hatalma arra, hogy minket kitartóvá tegyen. Jézus Krisztus imádkozik értünk. Hogyha van köztünk olyan, aki távol van Istentől, legyen most itt ez a pont, amikor visszafordulsz. Bátran visszajössz az Úrhoz. És tapasztald meg, hogy milyen nagy Isten kegyelme irántunk. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a történetet. Köszönjük, Uram, az, hogy nem hagytad Pétert ebben a hamis illúzióban lengeni, hanem egy ilyen fájdalmas leckén keresztül is, de megtanulta, hogy egyedül rád számíthat. És Uram, ez a mi imánk, hogy ebben a fajta bizalomban is hitben tudjunk erősödni. Hogy kirostálódjon bennünk az a hamis képzet, hogy itt rajtunk állnak a dolgok, pedig nem. Köszönöm Isten, hogy Te mindig magadhoz hívsz minket, akármilyen csúnyán elbuktunk, akármilyen távol is kerültünk tőled. Te mindig azt munkálod, hogy helyreállíts. És én imádkozom, hogy a Szent Lelkeddel hívj vissza magadhoz minket ma. Hogy a szívünk ott legyen nálad, ott horgonyozzunk nálad. És megtapasztaljuk, Uram, hogy Te méltatlanul szeretsz minket. Nem azért szeretsz, mert mi tudunk tenni ezért valamit, hanem önzetlenül ingyen kapjuk a kegyelmet. Uram, imádkozom, hogy áld meg ezt a gyülekezetet. És azért imádkozom, Uram, hogy
hadd tudjon az életünk a rostálásokban megtisztulni, megerősödni, és imádkozom azért, hogy olyan emberek legyünk, akik rólad beszélnek másoknak, akik rólad tesznek bizonyságot, akik megtanulják, hogy a te kegyelmed elég. Uram, mi nem szeretnénk magunkban bízni. Mi benned szeretnénk bízni. Mi olyan sokszor hűtlenek vagyunk. Nem érünk fel a szavainkhoz. Lehet, hogy a szívünk, vagy a szánk őszintén szól, és tényleg úgy gondoljuk, Uram, hogy mostantól csak neked akarunk élni, de nem tudunk felnőni a szavainkhoz. De hálásak vagyunk, Uram, hogy te mindig, mindig hűséges vagy hozzánk. Te mindig velünk vagy. Te mindig szeretsz minket. Uram, azért szeretnék imádkozni, azért a pár emberért, akinek most van itt az idő, hogy odaforduljon hozzád. És én nem tudom, hogy kik azok, de Uram, tudom, hogy a Szent Lelked hív magához néhányakat közülünk, akiknek az életével kapcsolatban, Uram, te már jót terveztél. Te eltervezted, hogy ők ne a maguk útján járjanak, hanem forduljanak hozzád, hogy helyreállhassanak, hogy meggyógyulhassanak, hogy reménységet kapjanak, hogy új életbe járhassanak. És én imádkozom ezekért az emberekért, hogy most legyen itt számukra az a pont, amikor hívnak téged, amikor kiáltanak hozzád. Te megígérted, hogy ha valaki hozzád kiált, segítségül hív téged, az megmenekül. Ha valaki a szívében hiszi, hogy te meghaltál és feltámadtál, és a szájával urának vallja Krisztust, az üdvözül. Köszönjük Jézus, hogy itt vagy most velünk, hogy valóban üres a sír Jeruzsálemben, és hogy élsz és uralkodsz. Köszönjük, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva ennek a világnak, hogy nem az történik velünk, ami a sátán akar, hanem mi a te gyermekeid vagyunk, Istenem. Imádkozom, hogy a mostani próbákat jól tudjuk venni. Imádkozom azért, Uram, hogy rád tudjunk nézni, hogy benned tudjunk bízni. És hogyha elbukunk, akkor gyorsan fel tudjunk állni. A példabeszédek könyve mondja azt, hogy még az igaz ember is 7-szer bukik el. 7-szer esik el, de mindannyiszor fel kell. Szeretnénk újra felkelni és veled járni, Uram. Töltsd be minket a te lelkeddel, és legyen áldott a te neved. Jézus nevében. Amen. Isten áldjon titeket. Ha szeretnétek imád kérni valamivel kapcsolatban, nagyon szívesen imádkozom. Amúgy meg legyen gyönyörű hetetek. És menjetek el szavazni. Isten áldjon. And I'll follow you, take a